Keressétek meg Bibliátokba, testvéreim, Lukács evangéliuma 19. fejezetét. Lukács evangéliuma 19. fejezet, 28. versétől olvasom Isten igéjét. És amikor ezeket mondta, tovább haladt fel Jeruzsálembe, és amint közeledett Betfagéhoz és Betániához, a hegynél, amelyet Olajfák hegyének hívnak, elküldött kettőt a tanítványai közül ezzel a megbízással, menjetek el az Át elleni faluba. Amikor abba beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még soha senki sem ült, oldjátok el, és vezessétek ide. És ha valaki megkérdi tőletek, miért oldjátok el, így feleljetek, az Úrnak van szüksége rá. A küldöttek elmentek, és mindent éppen úgy találtak, amint mondta nekik. És amint a szamárcsikót oldozták, így szóltak annak gazdái, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig így feleltek, az Úrnak van szüksége rá. És elvezették azt Jézushoz, felső ruháikat a szamárcsikóra vetették, és felültették rá Jézust. Menet közben a többiek felső ruháikat az útra terítették, mikor már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent nagy fennszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És azt mondták, áldott a király, aki jön az Úr nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Néhány farizeus a sokaságból ezt mondta neki, Mester, dorgáld meg a tanítványaidat! De ő ezt válaszolta nekik, mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És amikor közeledett és látta a várost, megsíratta. És azt mondta, vaj, ha megismernéd te is legalább ezen a napon, amik a békességedre valók, de most már rejtve vannak szemed előtt, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől ostromolnak, földre tipornak téged és benned, a te fiaidat, és nem hagynak benned követ kövön, mivel nem ismerted fel azt az időt, mikor Isten kegyelmesen rád tekintett. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy a te nevedben lehetünk együtt. Köszönjük, hogy neked ma is van üzenetet hozzánk. Te ismered, mi van a szívünkben, ismered egész gondolkodásunkat. Mi nem szeretnénk csupán formálisan tisztelni téged, hanem teljes szívből ragaszkodni te hozzád életünk minden napján. Így tedd hatékonyá a te ígéret számunkra. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, megváltunk, befejezte tevékenységét Galileába, és tanítványaival Jeruzsálem felé vette az irányt. Már elhagyták Jerikót is, ott vannak Jeruzsálem elővárosába, Betfagéban. Ez Jeruzsálem külvárosához tartozott. Amikor pogány vidékről jöttek a zsidók, itt Betfagénál álltak meg, megtisztultak minden idegen pogány gondolattól, portól, hogy aztán megtisztulva menjenek Jeruzsálembe.
Jézus is megállít tanítványaival, és azt olvassuk, hogy két tanítványát elküldi a szemközti faluba, hogy hozzák el a szamárcsikót. Feltűnő, hogy az Úr Jézus Krisztus ezekben a hetekben, napokban mennyire intézkedik, rendelkezik. Ez is mutatja, hogy az eseményeknek ura. Nem úgy sodródik bele az eseményekbe, hanem nagyon tudatosan készül mindarra, ami majd reávár. Így rendelkezik, hogy menjenek és hozzák el a szamárcsikót. Zakariás próféta jövendölte meg, hogy majd, ha eljön a Messiás király, a szamárcsikon vonul be Jeruzsálembe. Ez egy jelképes cselekmény, amit az Úr Jézus itt végrehajt. A prófétát gyakran, amikor úgy érezték, hogy hiába prédikálnak, nem hallgatta meg a nép az ige hirdetést, akkor egy-egy jelképes cselekményhez folyamodtak. Így történt az, hogy Ahija próféta megjövendölte, hogy Izrael ketté szakad, és vette a köpenyét, 12 darabra osztotta fel, és 10 odaadott Jeroboámnak. Ez is egy jelképes cselekmény, amelyet hirdet a próféta ilyen jelképszerűen. Vagy gondoljunk arra, amikor Jeremiás próféta bejárja Jeruzsálemet, hirdeti az Isten akaratát, de süket fülekre talál. Akkor jármot vesz a nyakába, és úgy megy végig a városon keresztül, szimbolizálva, hogy a népnek fogságba kell mennie. Az Úr Jézus Krisztus itt Jeruzsálembe megy szamárcsikón, ami nem annyira az alázatosságnak a szimbóluma, inkább a békességé. Tudnélik, a ló volt a harci állat, háborúzni igazából harci paripán lehetett menni. A szamárral nem lehet menni a háborúba, mert amint megérzi a vérszagot, egy tapottat sem egy, ha mindjárt agyonütik is. Ezért a szamárra úgy tekintettek, mint a békesség állatára. És az Úr Jézus nagyon is tudatosan választja ezt az állatot, hogy meghirdesse Jeruzsálemnek, hogy ő mit is akar, és mit szeretne ezzel a néppel. A tömeg pedig, amint közeledik a názáreti Jézus Jeruzsálemhez, kifejezi a hódolatát. Többi evangélista elmondja, hogy pálmaákat tördeltek, az a győzelem szimbóluma, és mindmáj keleten a ruha leterítése a uralkodó előtt a megtiszteltetésnek a jele. Így fejezik ki az emberek Jézus iránti tiszteletüket, és Jézus különös módon most engedi. Emlékezzetek csak arra, testvérek, hogy Jézus, amikor egy-egy beteget meggyógyított, hányszor mondta, meglás, senkinek ne mondjátok el. Volt, amikor királlyá akarták tenni, nem is kevesen. És akkor Jézus pedig tanítványait hajóba kényszerítve, és elbocsátotta sokaságot. Nem engedte, hogy az emberek őt királlyá tegyék, vagy idő előtt lelepleződjék, hogy ki is ő. Most engedi. Az ő király mi voltából valami felragyog.
Az emberek ott hódolnak Jézus körül. Újonnan. Milyen impozáns látvány lehetett, testvéreim, amikor egy hatalmas tömeg mind Jézus nevétől hangos. Nem tudom, hányan voltatok ott, amikor Billy Graham a Népstadionba szolgált, amikor több mint 100 000 voltak a stadionban. Többen, mint a magyar-angol futballmeccsen. Micsoda impozáns látvány volt nézni a hatalmas nagy tömeget, akik mind eljöttek egy célért, hogy meghallják Isten igéjét. Hát milyen impozáns látvány, amikor a tömeg Jézus dicsőíti. Hozsánna a Dávid fiának. Valóban impozáns látvány, de egyben csalóka is. Vajon ez azt jelenti, hogy ezek az emberek megértették Jézus Krisztus szolgálatát, és magukévá tették? Azt jelenti, hogy akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, akkor ezt magukévá tették. És kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy nagyon sok ember csupán nagyon vékony szál köt Jézushoz. Nem belső elkötelezettség van a szívükbe, hogy názáreti Jézus, én a te tanítványod akarok lenni. És olyan különös, minél közelebb van Jézus a Golgotához, annál kevesebben követik majd őt. Testvérem, téged milyen szálak kötnek Jézushoz? Nem felszínes kérdés ez, hiszen nagyon sokszor előfordulhat, hogy az ember akár Jézusban csalódik, mint az az illető, aki elmaradt a gyülekezetből, mondván, imádkoztam azért, hogy fölvegyenek az egyetemre, Jézus nem hallgatta meg az imádságomat. Aztán imádkoztam édesanyámért, hogy gyógyuljon meg, édesanyám pedig meghalt. Csalódtam Jézusban, és ezért nem járok többé a gyülekezetbe. Igen, kedves testvérek, nagyon sokszor csak vékony szál köti az embert Jézushoz, és ez olyan hamar elszakad aztán. Jézus pedig megy az olajfák hegyén át Jeruzsálem felé, ahol ma egy kápolna örökíti meg ezt a virágvasárnapi eseményt. Az olajfák hegyétől lefelé van egy kápolna, amelynek az a neve, hogy az Úr sír. A kápolna formája tulajdonképpen olyan, mint egy göncse. Az ablaka szem alakú, azon keresztül lehet látni az egész város panorámáját, szimbolizálva azt, hogy a várost Jézus szemével látni. És ott, az oltár alatt pedig ott van a tyúkanyó, amely próbálja összegyűjteni a kicsinyeit. Ez örökíti meg ezt a virágvasárnapi eseményt. Valahol itt történhetett, amikor az emberek újjongnak Jézus körül, úgy gondolják, hogy most mennek kifelé a bajból. Most oldódik meg igazán az ő életük nagy problémája. Most fognak megszabadulni a római rabigától. Íme jön az a názáreti Jézus, aki néhány kenyérből megvendégelt 5000 embert.
megoldódik a kenyérkérdés. Hát kellettől nagyszerűbb dolog. Ez a názáretti Jézus a legkülönbözőbb betegségeket meggyógyította. Ha ő lesz a királyunk, akkor többé nincs betegség. Sőt, embereket hozott vissza a halálból. Még a halál is enged neki. Igen, ő kell nekünk. Ő az egyetlen kiút. De Jézus tudja, hogy az igazán kivezető utak előbb befelé vezetnek. A Golgotáig egészen. És ezért megy tova be Jeruzsálembe. Nem téveszti meg a tömegnek az ujjongása, hanem amint a városra néz, azt olvassuk, hogy Jézus pedig sírva fakadt. Az evangéliumokban kétszer olvasunk arról, hogy Jézus sírva fakadt. Először Lázár sírjánál, akkor a halálból élet támadt. Itt pedig egy virágzó, pompás város külsőleg, ebből pedig nem sokára romhalmaz lesz. Ott a betániai kertben Jézus könnyekre fakadt. Talán így mondanám, hogy kicsordult a könnye. A görög szó, ami viszont itt szerepel, ez azt jelenti, hogy hangos zokogásba tört ki. Amikor nem csupán kiperdül a könnye, hanem mint mikor egy fegyelmezett ember, ameddig tudja, megpróbálja tartóztatni magát, és egyszer csak kitör belőle a hangos zokogás. Nem a meghatottság miatt, hanem azért, mert látja az ő népének múltját, jelenét és jövőjét. Jézus Krisztus szerette az ő népét. Szerette Jeruzsálemet. Ő nem zárkózott el Jeruzsálemtől és a templomtól. Bemerítő János soha nem ment Jeruzsálembe. Ő kimaradt a pusztába. Ott voltak a kumrániak, soha be nem tették egész életük folyamán a lábukat Jeruzsálembe, mert úgy tartották, hogy azok a papok, akik ott vannak, azok nem méltók arra a papi tisztségre. És inkább kivonultak a pusztába, és nem mennek Jeruzsálembe. Jézus pedig szereti az ő népét. Szülei bevitték annak idején a templomba. Az öreg Simeon kézbe veszi Jézust, és ez az aggasztján azt mondja, meglátták az én szemeim a te üdvösségedet. Micsoda bíztató kezdet. Aztán 12 éves korban ott van, beszélget az írástudókkal, kérdéseket tesz fel, és mindenki csodálkozik a bölcsességén. Ebben a városban gyógyította meg a bénát, aki 38 éven át ágyhoz kötött volt, és Jézus pedig meggyógyította. És olyan sok csodát tett ebben a városban. Beszélt arról, hogy aki hallja az ő igéjét, az nem hal meg. Az átment a halálból az életre. Beszélt arról, hogy az övéi hallgatnak az ő szavára. Az Úr Jézus most, mint egy vonalat húz, és számadást tart a nép élete felől. Mi az, amit a múltban lát? Itt van a népe,
amely sokra hivatott. Isten azért választotta ki ezt a népet, hogy a pogányok világossága legyen. Hogy az ő evangéliuma a föld végéig terjedjen. Hogy minden ember megismerje az egy igaz Istent. Ám ez a nép szájjal tisztelte csak inkább az Urat, de küldetését nem akarta beteljesíteni. Ekkor Isten prófétákat küldött, hogy felrázza az embereket, abból a kábultságból, tévhitből, emberek, hát nektek küldetésetek van. És erre mondja az Úr Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. Milyen rettenetes dolog, amikor egy népet így kell jellemezni, hogy az Isten küldötteit megöli, elutasítja. De mielőtt követ vetnénk rá, veled testvérem nem fordult elő, hogy ne talán a lelki pásztor rámutatott életed hibájára, tévedéseire, ne talán bűnére, csak úgy ítélted meg ez a lelki pásztor, nem méltó, hogy itt legyen. Legjobb lenne, ha eltűnne innen a környékünkről, és nem kell ilyen pásztor, és különféle ürüggyel esetleg megpróbáltad elmozdítani, aki megölöd a prófétákat. Mert nem akarod hallani az Isten üzenetét, hogy ráfigyelj. Hányszor akartam egybegyűjteni a te gyermekeidet. Ő azért küldetett, ezt mondja, hogy Izrael elveszett juhait összegyűjtse. Ez volt a hivatása, és azt szerette volna, ha meghallják, meglátják benne az Isten utolsó küldöttét, és valahogy felébrednek, hogy mi az Isten szándéka. Az idő pedig telik. És mit látott az Úr a jelenben? Látta a templomot. Gyönyörű, fényes templom. Az akkori világnak egyik csodája, a hatalmas templom épülete, az egész lapostető tiszta aranyjal volt beborítva. Amikor rávilágított a nap, akkor csodálatosan tündökölt. Szép fehér márványkövekből épült ez a templom. Gyönyörűség tényleg. De mi folyik benne? Hát ott vannak a léviták, akik gyönyörűen énekelnek. Ott vannak a papok seregei, akik végzik az áldozatot. Ilyenkor pedig különösen sokan vannak ünnepnapkor, és sokszorosa az áldozatok, amit bemutatnak. Hát minden a legnagyobb rendben. Távolról jött zsidók hozzák a maguk pénzadományát a templomra, hogy lerólják kegyeletüket, és kifejezzék, hogy én ehhez az Istenhez tartozom, és ehhez a néphez. De Isten nem a külsőséget látja, hanem a szívet. Isten a szív mélyébe tekint, és azt látja, hogy az emberek úgy jönnek ki a templomból, ahogy bementek. Bemennek a bűneikkel, és maradnak bűnösek. Elmondanak ugyan imát, talán áldozatot is bemutatnak, de bűneikkel nem akarnak szakítani. A parázna továbbra is parázna marad. A tolvaj továbbra is tolvaj. A hazug pedig továbbra is hazug. Az Isten pedig életváltozást akar. Azt szeretné, ha az emberek élete valóban Isten akarata szerint történne. Valahogy úgy,
mint az a tárzusi Saul, amikor porba hull, és azt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nekik megvan a saját gondolatuk, a saját útjuk, azt nem akarják elhagyni. Minden marad a régibe, legfeljebb a lelkiismeretük mélyebben alszik, mert megnyugtatták. Én eleget tettem a vallási kötelezettségeimnek. És ott van a pogányok udvara, amely azt a célt szolgálta, azért készítették a pogányok udvarát, hogyha a pogányokban, mint a szerecsen komornyik is, ha Jeruzsálembe jön, akkor meghallja az élő igét, és találkozhasson az élő Istennel. És mi folyik a pogányok udvarába? Üzletelés! Igen, az Úr tudja, a belsőt nézi, hogy ez a nép milyen lelki állapotban van. Bár sok csodát láttak, csodálatos tanításokat hallottak, de nem ismerték fel, hogy mi a békességükre való. A Bibliából ismeritek a farizeusokat, az írástudókat. Volt egy másik csoport is, a zélóták. Ezek fanatikus nacionalisták voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy minden egyes római megölésével közelebb jön az Isten országa. Fel! Isten népe! Öljük a rómaiakat! Minél több rómait megölünk, annál inkább közelebb jön az Isten országa. Vajon kire hallgat a nép? A béke királyára, aki meghirdeti azt, ami a békességére való, vagy pedig a fanatikus pártra, az élutákra? Ma már tudjuk, hogy kire hallgattak, és Jézus Krisztus szinte prófétai szemekkel látja ennek a népnek a jövőjét, hogy a fanatizmus hová vezet. Eljön az idő, mondja az üdvözítő, amikor sáncot vonnak városod körül, kőkövön nem marad rajtad, mert nem hallgattál az Isten szavára. Félelmetes jövendőlés, amely betű szerint be is teljesedett. 40 év múltán, szintúgy, páska ünnepkor, aztán kirobbantották az élóták a maguk forradalmát a rómaiak ellen, és hihetetlen sok ember beszorult a városba, kivéve a keresztjéneket, azok Jézus szavára emlékezve fellába mentek a Jordánon túl, de több mint 1 millió embernek kellett meghalnia, sokan rabszolgaságba mentek, és iszonyú szenvedéseken kellett keresztül menniük, mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Álljunk meg ennél a kifejezésnél, meglátogatás ideje. Általában Isten kegyelmes meglátogatásának az idejéről van szó, amikor az embernek megteremti az új élet lehetőségét, hogy belátom a múltamat, rádöbbenek a bűneimre, a bűnt bűnnek látom, és megvallom az élő Isten előtt. Talán úgy, mint ez a vámszedő a templomba, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Isten megajándékoz új élettel. És valami csodálatos új élet kezdődhet aztán.
a meglátogatás ideje. Csak hogy ennek a meglátogatásnak ideje, ez lejárhat. Pál apostol az efézusi levélben elmondja, hogy a napok gonoszak. A napok gonoszak. Nem azért gonoszak önmagában, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy minden nap 24 óra, minden nap a miénk, mi rendelkezünk vele, és az történik, amit mi szeretnénk, én akkor döntök Jézus mellett, amikor akarok, ma nem, majd 5 év múlva döntök Jézus mellett. Csak hogy a meglátogatási időt Isten szabja meg, és az pedig lejár. És amikor lejár, akkor következik Isten ítéletes meglátogatása. El tudom képzelni, hogy azt az első század végén, amikor 2 zsidó találkozott esetleg Rómába, egymásnak mondták, hogy testvér, meglátogatott bennünket Isten, ítéletesen. Hát igen, ítéletesen, mert a kegyelmes meglátogatást nem akarták észrevenni és megragadni az alkalmat. Ennél a virágvasárnapi történetnél Jézus sírva fakad, amikor a városra nézett. És elgondolkodtam azon, testvérek, nem kellett volna fordítva történni, hogy miközben Jézus a városra néz, nem a városban lakóknak kellett volna könnyekre fakadni. Nagypénteken, majd amikor az üdvözítőt gyalázzák, ütlegelik, Péter pedig tagad, Jézus hátrafordul és rátekint Péterre. És mit olvasunk? Péter pedig keservesen sírva fakadt. Jézus látása esetleg adhat bűnbánatot is. Isten az ő igéjén keresztül ma te hozzád jön. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. A virágvasárnap legyen az önvizsgálat ünnepe, miközben készülünk a húsvét ünnepére, hogy Uram, az én hitem valódi, az én templomba, imaházba való járásom, az eredményezi, hogy életváltozás történik az életemben? Vagy pedig kemény szívvel vagyok, hallom az igét, de minden marad a régiben. Istennek legyen hála, hogy ma még kegyelmesen van itt. Kegyelmesen tekint a péceli gyülekezetre. Hiszem, hogy Istennek van terve ezzel a gyülekezettel. Hiszem, hogy az ő kegyelmes meglátogatása folytán meglátja a gyülekezet is, hogy mit akar az Úr, és kívánom, hogy egyre inkább az Úr akarata érvényesüljön a ti életetekben az ő neve dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg most a fejünket, és Mikes Andrást kérem meg, hogy vezesse a gyülekezetet imába, és utána az énekarnak a szolgálatát kérem.